Na sziasztok srácok, én Jus vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és ismételten Clash Royale-ozni fogunk. 206 kupánál állunk jelenleg, van 5 darab chestünk, illetve 4, plusz van egy questünk, amiből szintén valószínűleg lesz majd egy láda, vagy valami biztos, meg is nézzük ezt gyorsan. Ja, tehát 5 darab ládánk valamit ki fogunk nyitni, és utána megpróbálunk még följebb menni. Szeretnék azért olyan 3-4-5 meccset lejátszani, hogyha gyorsak lesznek, és... akkor meglátjuk, hogy állunk jelen pillanatban. Kíváncsiak, hogy mennyit lehet nyerni. Elég sokat nyerek, ugye? És elég keveset vesztek, eddig egyetlen egyet vesztettem. És ugye kupaszámban is csak ilyenkor még egyeket volt le, és valami 30-akat ad hozzá. Úgyhogy elég gyorsan föl lehet menni. 206-nál vagyunk most. Hát nem tudom, én mondjuk olyan 300-ra tippelem, hogy azért 3-350-ig azért jó lenne fölvenni. Na nézzük, megnézzük az első silver chestünket, hogy mi van benne. Van benne egy gold, egy bomber, egy archer, muskétás. Egyelőre nem nagy szám, következő chestünk. Gold, goblins, archers, oké. Okay. Következő, szintén gold, bomber, jó, spear goblin. Na, nézzük, magical. Hátha lesz benne valami jó. 300 gold, kösz szépen. Van benne 3 bomber, 4 arrows, van benne egy goblin hat, knight, spear goblins. Na, fasz a fireball. Ó, és van egy viccsem is, nagyon király. Ugye ebben még nem lettek legák, ugye ilyen kicsi szinten még nincsen lega, tehát nem is tudtunk volna nyitni. Itt vannak, miket tudunk egyáltalán még beszerezni, milyen kártyákat. Mennyi a következő? 400. Ú, el kéne érni az Arena 2-t, gyerekek. El kéne ma érni az Arena 2-t. Na, milyen offerek vannak? Nézzük csak meg. Volkür. Ami érdemli. Milyen deckem van egyáltalán? Már nem is emlékszem, milyen deckem van, basszus. Ó, tudok fejleszteni? Tudunk bombert fejleszteni, szerintem ez volt az enyém. Igen, ez volt az én deckem. A bombert azt mindenképpen fölfejlesztjük, mert a bomber az jó. Mostanában egyre többet használom ilyen kis szinteken. Arrows? Jó, fejlesztjük fel az arrows-t is. Már azt nem tudom minek, de legalább level 4-es. Oké. Okay. A witch-en gondolkozom, hogy beteszem. Nem, drága. Nézzük meg így, menjünk gyerekek. Rögtön az első mérkőzés. Nyerjünk. Please nyerjünk. Remélem nem fog beszíneződni egyébként. 2019 kupája van a csávónak. Oh my god. Na nézzük. Oda leteszünk egy bombert mellé, el is indulunk. Húha. Jó, elkezdte ütni a Giant. Oké, okay, az megvan. Szerintem rá fogunk menni. Mit szólnátok, hogyha rámennénk? Tökéletes. Tökéletes. Vegyük a másik oldalt. Hát, ha bejön ez a trükk. Ja, ó, nagyon király, erre nem számított. Oké, okay. Na nézzük, muskétás. Jó, szedi a torgyomról a HP-t, vaze. Azt hittem, hogy ez nem lesz szám ilyen bonyolult sztori. Na jó, mindegy. Nézzük, azok a gyilkoljad lefele? Tökéletes, a pekkával nem fogunk elbánni. Jó, azról is elég leszette a HP-t. Jó. Szerintem ez meg lesz. A baloldali turret az valószínűleg megvan. Vagy torony. Elég sokat sebzünk rá. Következőre... nem lesz meg. De viszont... de jó lenne most egy rage ott baloldalt. Na nézzük csak. Nagyon fasza. Királyok voltunk. El is indulunk akkor egy... egy giant-tel. Hát a baloldalim az szerintem az bukovári. Megpróbáljuk a bombát letenni. Hát, ha még csinál valamit. Nem. Leszedi. Viszont akkor meg fogjuk védeni ezt. Nem tudok más csinálni, akkor lehármazzuk, gyerekek. Jobb ötletem most nincsen ebben a pillanatban. Nem hiszem egyébként, hogy ezt be tudnám védeni. Aztán ki tudja. Ó, elindítjuk oda. Beáldozom. Ó, nagyon király. Nagyon király. Meg is van a hármazás. Tökéletes. Első meccsünket nyertük is. Érdekesen egyébként, de hál' Istennek nem szedte le a második tornyomat. Oké, meg is van az első vidünk, köszönjük szépen. Mehetünk tovább a másodikra. 37, 31-et kaptunk. Teljesen jó. Megyünk előre. 400-at el kell érni, gyerekek. Arena 2-t. Muszáj lesz. Indítunk egy rögtön egy ilyen princet. Meglátjuk, hogy az újjak mit szólnak ehhez, hogyha én instant indítok egy princet. Hát ez elég érdekes volt. Hát ez mi? Lol. Na ez aztán a lebsebbi. Erre nem számítottam. Az az igazság. Ez könnyebb lesz, mint gondoltam. Ez a rész most. Legalább.
Az meg lesz. Az oké, van, nincsen probléma. Indítunk egy Giant Push-t baloldalról. Azt bevédjük. Pekka. Nem, nem akarom, hogy nagyon megsebezzen a trógerkép. Sőt, vagy egyből hármazzuk le. Hát jó, egyből hármazzuk akkor. Szerintem meg tudjuk csinálni. A Giant jobb lett volna egyébként, de mondjuk a felét le tudom szedni szerintem a HP-jának. Sőt! Sőt! Easy. Hát ez... Ó, gyerekek. Ez jobban pörög, mint gondoltam. Brock Death. Jó, hát szegény azért nyilván most kezdte, én meg azért... Én sem régóta, meg én sem vagyok túlságosan profi ebben a játékban, azért azt valljuk be őszintén, de azért ennél azért már... Ezen a szinten már túl vagyok egy picit. Aréna 10-es, most már lassan remélem 11-es létemre. Úgyhogy megpróbáljuk fölpörgetni egy kicsit az eseményeket. Oh my god! Ki is védjük szerintem egy bomber muskétás kombóval. Plusz még ráküldjük a goblinokat, tökéletes. És akkor ez így le is zajlott ez a művelet. És eléggé sokat ver a Baby Dragon ezekre a tornyokra, úgyhogy többet fogom használni a Baby Dragon, mert figyeljétek meg, a fél HP-t, sőt, lehet, hogy az egészet meg fogom csinálni most. Százakat ver, 100-150-eket, tökéletes a sima liba. Az megvan az a torony. Na még egyet. Ó, basszus. Huha. Jó van. Giant-tel remélem addig elbírkoztok, amíg leszedjük az egyiket legalább. Uha, az a Pekka azért az elég sokat vág. Jó, elhúzzuk. Gyere arra, nem, nem jön arra a Pekka. A fene vigye el. Hú, az a Valkür az le fogja szedni. Na mindegy, a Baby Dragonnal le fogjuk szedni a Valkürt, le fogjuk szedni a Knightot. Valószínűleg a tornyot is. Mit szólsz egy Skeleton Armyhoz, ha én elindítom jobb oldalon? Ó, nagyon király. Hát ez eléggé interested. Így első körbe. Csubi. Teljesen jó. Következő Baby Dragonnal igazából az meg is fog nyikhajlani. Nem is értem, hogy miért erre az oldalra le akar hármazni. Úgy gondolja, hogy csak akkor van... Uha. Csak akkor van esély, hogyha lehármaz. Mondjuk van benne valami egyébként, de... De azért lehármazni nem fog szerintem. Jó. Nem tudok mit rátenni. Na jó, megpróbáljuk így elcsalni ezeket. Húha. Jól csinálta egyébként, de most nem tudom, hogy védekezzek, vagy... Nem tudom, mit csináljak. Mert azért fosok, hogy esetleg véletlenül becsúszik azért, véletlenül lehármaz, mert éppen szarok rá, vagy valami, akkor az nem esne túl jól nekem. De így már minden rendben van. Visszajöttünk. Jó, innen már meg is lesz a hármazás megint. Szerintem. Így van. Tökéletes. Ah, nem lesz meg még. 3-15, 23 szekva hátra, most megint azért el fog indulni. Jó, így viszont le fogom tudni szerintem hármazni. Így van. Vissza is hívtuk. Tökéletes. Elhúzzuk ide. Óha. Jó, hát kicseleztük, na, fogalmazzunk így. Nagyon, nagyon könnyelműen veszem egyébként ezeket a meccseket, lehet az a baj. Inkább oda megyek, aztán egyből lehármazom, mert elég érdekes reakciók vannak. Mondhatni, nem is nagyon figyelnek oda, hogy a másik mit csinál. Nyilván még kezdők, good luck, de... Aha, na ez már azért tud valamit. Tud valamit a fiú. Oké. Okay. Hát annak volt értelme, haver. Jó, szerintem trollkodik, lehet, hogy rájött, hogy izé? Bobby? Vagy csak úgy unblock? Úgy azt gondolt, hogy ez vicces? Nem tudom, de... Ebből nagyon gyors hármazás lesz. Szerintem el is fog indulni ezen az oldalon, nem is foglalkozok a másik tornyával. Hármazzuk le gyorsan, legyünk túl ezen a meccsen, és azt menjünk tovább. Húha. Hát ez se lesz egy nehéz menet, azt valljuk be őszintén. Jó, hát megyünk előre, na, hát most
Ennyi. Mennek, pörögnek a meccsek, viszonylag könnyűek is, mérges. Hát nem tudom, miért mérges egyébként, amikor folyamatosan az izémet, a főtornyomat szedi. Na, megvan a Crown Chestünk, nézzük, hogy mi van a Crown Chestbe. Van benne Gold, Gem, Archer, Bomber, Spear Goblin, Muskétás, tökéletes. Pörögnek a meccsek, ami jó, 325-nél vagyunk, még azért megyünk egyet-kettőt. Szerintem ez nem fog egy videóba majd beleférni, mert nem akarok ilyen 20 perces videókat csinálni már. Mert úgyse nézitek meg az egészet, az a 10-12 perc, az bőven elég. Na jó, megyünk most egy komolyabbat, rámegyünk, mert hogy ő is most várt. Aha. Oké, aha, huha. Na, ez ügyes lesz ez a srác. Szerintem. Megvárjuk még a bomber. Oké, tökéletes. A Giant az ott megy, azzal nem lesz probléma. Jó, ez is meg lesz, ez sem. Ez sincs igazából a helyzet magaslatán. Ez a srác. Azt hittem egyébként, hogy sokkal több smurf-fel fogok találkozni. De érdekes, hogy nem. Vagy ennyien, ilyen sokan most kezdik a játékot vajon? De kíváncsiak a véleményetekre, írjátok már a kommentbe, hogy szerintetek sok a smurf, vagy csak nem tudom, mert ezek biztos nem smurfök, mert fogalmuk sincs a játékról egyébként így egyelőre. Ami nem baj, mert nyilván ilyen szinten nekem sem volt. Csak hát, hogyha az ember újat kezd, azért ott eléggé sok előnye van. Megvert egy tornyomat, észrevettem. Na, ennyire vagyok ott a játékban egyébként. Ez jó volt, az ügyes volt, amit csinált a srác. Nagyon, egyébként ez nekem is hibám volt mindig, amikor elkezdtem ezt a játékot, hogy mindenképpen hármazni akartam. Tehát nem volt olyan, hogy letettem oda, és az végig is megyünk. Tehát nem volt olyan, hogy át elég egy torony. A francokat, hármazzuk! Mindig ez volt a jelmondat. Megyünk oda, főtorony, az hármazzuk le a brébe. Gyakorlatilag ennyi. Akarok védekezős kártyát is tartani, hogyha esetleg szükséges. Nehogy aztán tényleg betrollkodjon és nekem végigmenjem, de innen már nem fog. Innen már nem megy végig, ez is hármas. Oké, király. Na! 330 kupán volt. 330! Nagyon durva kimondani is. Na! Mennyin vagyunk? 355. Jó, ha ilyen gyorsan haladunk, akkor szerintem megcsináljuk a... Akkor szerintem megcsináljuk az aréna kettőt. Hogy legalább legyenek újjak. Na, indítunk egy Prince Baby Dragon kombót. Na, és a reakció erre egy Fireball. Tehát... Ok. Érdekes reakció, mondjuk szerintem annó én is ezt csináltam volna, szó se róla. Nagyon jó, gyere át ide. Oké, goblinok. Goblinokat meg kell erősíteni, itt kicsi arénában ez nagyon jó lesz nekünk. Az hülyeség volt oda tenni. Nem, így nem. Gondoltam, hogy le fog valamit pakolni. Jó. Na, egyet dobjál bele. Úgy van. Jó, végig menjünk. Beáldozzam a tornyot, és menjünk végig. Na, mondjuk így is végig tudunk szerintem menni ezen az oldalon. Oké. Indítjuk a Prince-t. Ketté válunk. Oh my god. Oké, király. Megint nem jó helyre tette azt a Valkürt. Az az igazság. Én se a Giant-et mondjuk, de az egy másik kérdés. Jó, Baby Dragon szerintem akkor ez is megvan. Nem tudom, hogy mennyit hitel a Giant. Hát, elég sokat, 200-akat hitel a toronyba. Jó, ez is megvan. Na, köble. Jó, király. 348 kupája volt a srácnak, vagy lánynak. Mehetünk tovább. Hála Istennek most pörög. Előző videóban azért nem pörgött így. 384. Na! Meg lesz az Arena 2, gyerekek! Ez a nap kérdése. Hát ha meg tudjuk csinálni. Talán szerencsénk lesz. Na nézzük. Ó.
Nem rossz, nem, nem rossz kezdés, haver. Csak... csak nem jött be. De egyébként teljesen jó volt. Menjünk végig. Hát azt a Firebolt, azt még egy kicsit finomítsuk. Ez is el volt baltázva egy kicsit, ez a Fireball. Föl is adta szerintem. Nem jó helyre jött. Ó, egy Lightning. Van Lightningod? Hogy a francban van neked 386-os a Lightningod? Ezt mondjuk nem értem. Majd meg kell néznem, lehet már Lightningot szerválni. Ne idegesíts. Ó, oh, a Baby Dragon, gondoltam, nem is nagyon mertem letenni. Jó, mindegy, jó az így. Teljesen jó. Baby Dragon utolsó fogja érni, figyeld. Ja, ott is adja inkább. Jó van, menj akkor. Jó, megvan. Na, meg lett az Arena 2? Please. Pleose. Meg lett? Ó, meg lett az Arena 2. Wow, király. Na, srácok, hát remélem, hogy tetszett nektek ez a röpke videó. Ugye ennek a videósorozatnak az a lényege, hogy gyakorlatilag előről azért nyilván pörgetve, de minél többet igyekszem nektek, sőt, gyakorlatilag az összes meccset föl szeretném nektek venni, tehát ezzel akántal nem is játszom videókon kívül. Ez pont erre van, hogy az összes mérkőzésemet leszeretném dokumentálni nektek, és hát megnézzük, hogy akkor hogy fogunk tudni, illetve mennyi idő alatt lehet fölmenni, úgy tényleg, hogyha az ember pörgeti és csinálja. Úgyhogy ha tetszett a srácok a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot a Jusutér és Facebookra, Kukac Jusutévé az Instagram, hogyha esetleg a Clash Royale-al kapcsolatban esetleg új vagy kezdő vagy, és szeretnél kérdezni, akkor egész nyugodtan a kommentbe tedd meg, vagy írd le a véleményedet, hogy szerinted mit rontottam el, vagy mit csináltam jól, stb. Kíváncsi vagyok minden egyes reakcióra, és dobjatok egy lájkot a videóra, ha még nem tettétek volna meg. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videómat is, találkozunk nem sokára egy videóban vagy egy live-ban, én Jusu voltam. Sziasztok!